A Brand Guide egyik alap és fő témájával foglalkozunk most. A, mi a branding, vagy mi az a branding néven összefoglaljuk. Tulajdonképpen azokat az alapokat, amik, amiket fontos tudnod ahhoz, hogy, hogy brandinggel tudjál foglalkozni. Ugye a, a könyvemben is nagyon sok mindent e, e, írok a brandinggel kapcsolatban, és e, és folyamatosan fejlesztem én is magam ebben a témában, podcasteket hallgatok, könyveket, cikkeket olvasok, és egyre inkább finomodik az a, az a látásmód, ami, ami a brandinghez kapcsolódik, és ezt időről időre szeretném megosztani veled, meg frissíteni a dolgokat, és azért gondoltam, hogy most menjünk vissza a kezdetekhez, és nézzük meg, hogy mit is jelent a branding, mit jelent a brand, és ezt úgy gondoltam megvalósítani, hogy megnézzünk néhány definíciót, megnézzünk néhány idézetet, hogy ki mit gondol, és ezeknek a, a szavaknak az összetétele kapcsán egy-két dologra próbálok rávilágítani, hogy, hogy tisztázzuk a dolgokat. A legelső, amire gondoltam, hogy nézzük meg a Wikipédiának a, a szövegét, hogy mit mond, és a Wikipédia azt mondja, hogy a márka szó jelentésének kifejezésére gyakran az angolból átvett brand szót használják. Itt mindjárt meg is állnék, egyrészt van egy személyes történet, hogy én győriként a márka étteremben nagyon sokat jártam, és ezért valahogy nekem ez a márka szó ez távol áll az én ö, ö, világomtól, mert hogy valahogy mindig a 80-as éveket juttatja eszembe, hogyha azt mondom, hogy valaki egy márka, ugye a márka üdítő, a márka étterem is egy ilyen... Egy ilyen ö, Gyors étterem szerű valami volt, önkiszolgáló étterem, úgyhogy nem annyira magasan pozícionált dolog, úgyhogy én ezért szoktam a brand szót használni alapvetően. De a brand meg a márka az ugye ugyanazt jelenti, és ugye azt mondja, hogy az angolból átvett brand szót használják, az angolban pedig a, a brand szónak a története az visszanyúlik azokra az időkre, amikor eh, még nem voltak eh, márkák, nem voltak brandek, hanem a a mezőgazdaságban, az állattenyésztésben a szarvasmarháknak a megjelölésére használtak különböző jeleket, amiket beleégettek a, a szőrükbe, bundájukba az állatoknak, és ezzel tudták megkülönböztetni a különböző farmereknek a csordáit. És ez a brand-branding, ez, ez, a, ez a fizikai akció az, ami tulajdonképpen aztán tovább ment a. A nyelvben és, és a különböző márkáknak a megjelölése, megkülönböztethetőség ezt, ezt a brand-branding brand, szóval ö, ö, fejezték ki. És én azt gondolom, hogy a magyarban is lehet nyugodtan a brand szót használni. Akinek jobban tetszik, mondhatja, hogy márka, de ez teljesen mindegy. A fogalom összefoglalja egy termék, egy szervezet, egy szolgáltatás arculatát, szlogenjét, szlogóját szlogenjét, logóját, és mindazt, amit a fogyasztók alkalmazottak, és egyéb érintettek képzelnek a márkanév hallatán az adott termékről, szolgáltatásról, szervezetről. Zárójelben még ott van, hogy előnyök, értékek, kultúra, közösség. Én a, nem minden információ mindig jó a wikipedia de azt gondolom, hogy a brandingről ez egy nagyon jó összefoglaló gondolatsor, hiszen azt mondja, hogy hogy lehet ugye a brandje egy, egy, terméknek, egy szervezetnek, egy szolgáltatásnak, ugye lehet akár egy személynek is brandje, meg most már millió más, tehát mindennek lehet tulajdonképpen brandje, és elkezdi sorolni, hogy arculatár szlogenjét, logóját, Sokszor tapasztaljuk azt, hogy itt meg is állnak általában az emberek, hogy azt gondolják, hogy a, a brand, brandhez ezek a dolgok tartoznak, hogy legyen egy logód, egy szlogened, és akkor el van intézve a dolog. De valójában ez csak egy része a brandingnek, egy jól látható e, rétege, aminek nyilvánvalóan az a, az a e, célja, hogy felismerhető legyen, megkülönböztethető legyen, érthető legyen. Tehát arca, szlogen, logó, ezek mindezt segítik elő. És itt jön a következő, mindazt, amit a fogyasztók, alkalmazottak és egyéb érintettek képzelnek a márkanév hallatán ez már egy, egy mélyebb síkra terel minket, hogy valamit képzelnek, majd fogunk látni mindjárt idézeteket, ahol ezt még másképp fejezzük ki, de ez a képzelet, ez látjuk, hogy azért ez egy nehezen megfogható valami, nehezen lehet jól kifejezni, hogy ez pontosan micsoda, és a mai előadásnak is ez a cél, hogy ezt próbáljuk meg körbejárni, hogy akkor ez, ez mi is ez a, ez a mi ez a képzelet, amit a Márka Név kapcsán előjön bennük, és ami még itt nagyon fontos, hogy fogyasztókat mondunk, alkalmazottak és egyéb érintettek. A fogyasztók ugye alapvetően kifele történő kommunikációban a, a célközönség, az alkalmazottak pedig a befele történő kommunikáció, ami a, tulajdonképpen ugye az employer brandingre szokták, vagy ezt a kifejezést szokták használni, ami azt jelenti, hogy a belső válti kultúra az, ami, ami ugyancsak egy, egy, branding feladat, és e, szóval kettő, és a zárójelben lévő dolgok pedig nagyon érdekesek, hogy előnyök, értékek, kultúra, közösség. Ezek mind olyan, olyan elemei a brandeknek, amik abban segítenek, hogy igenis az a célközönség, azzal a célközönséggel tudjon kapcsolatba kerülni, akiknek ezek az értékek fontosak, ahol ez a kultúra fontos, ahol ez a közösség létre tud jönni. Tehát ezek a modern brandeknek az alapvető aspektusai, hogy legyen meg az a közös hang. Nem? Uh, ugye erről is már korábban beszéltünk a brand személyiségeknél, hogy, hogy az ember úgy kapcsolódik brandekhez, mint egy másik emberhez, hogy látja benne valami szimpatikus, közös értékek vannak, közös téma van, akkor tud kapcsolódni a másik emberhez, illetve a másik brandhez is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a Wikipedia szócik részlet, ez elég jól összefoglalja azt, hogy, hogy, hogy mi is az a mi is az a brand. Ennek ellenére azt mondom, hogy menjünk tovább, és ahogy mondtam, híres embereknek az idézeteit nézzük át, és elsőként egyből Papvári Árpádot, egy magyar szakembert idéznék. A márka egy személyi zsigeri érzés egy termékről, szolgáltatásról, egy vállalatról. Ugye Papvári Árpád a Metropolitan Egyetemnek a, a dékánja, és érdekes módon visszacseng a Wikipédiában lévő, ugye ott hogy fejezték ki, hogy mit képzelnek, hogy az érintettek képzelnek. Itt azt látjuk, hogy zsigeri érzés. Ez megint csak azt mondom, hogy hát nem nagyon segít minket előre, mert a zsigeri érzés az pont egy ilyen gyomorérzés, egy ilyen a valamilyen a hátsó tudatunkban lévő kép, Gondolatok, képek, érzéseknek az összessége az egy ilyen zsigér, így megérzem, hogy ez jó dolog lesz, megérzem, hogy, hogy, hogy ezt vagy azt kell választanom. Tehát papári árpád is ezt egy nehezen megfogható dologgal társítja, hogy, hogy ilyen zsigeri érzés az, 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 amit egy brand kapcsán érzünk. Aztán, hogyha megyünk külföldre, Martin Almáját már többször idéztem, meg még fogom is szerintem. Vannak a kis Whiteboard könyvei, amik ilyen nagyon könnyen-gyorsan forgathatók. Itt is van nálam például ezek a ZEG, meg a. Jaj, rossz irányba mozgatom, ZEG, meg a Brandgap. Ezek, ezek ilyen nagyon gyors olvasásra alkalmas cuccok. Amiben például azt mondja, hogy az ember gyomorérzéssel, amikor egy termékre vagy szolgáltatásra gondol, azt gondolom, hogy ez hasonló a papvári árpáthoz, hogy ott is mondtam gyomorérzés, a brand az, az, az egy ilyen megfoghatatlan érzéseknek az összessége. Fontos az lesz, majd látjuk, de nem akarok előreugrani, hogy hogy, hogy tudjuk ezt a gyomorérzést létrehozni, ez, a, ez az egésznek a titka de ha megyünk tovább, akkor Jeff Bezos, az Amazon, pedig, Amazon alapítója pedig azt mondja, hogy nem más, mint amit rólad mondanak, amikor már nem vagy a szobában. Ez is egy nagyon érdekes szemszög, ahonnan lehet vizsgálni a, a brandet, hiszen mi, mi a lényeg tulajdonképpen? Akkor az a lényeg, hogy amikor én egy brandet építek, egy brandben dolgozom, akkor van egy célom, van egy, van egy stratégiám, hogy az, ami egyébként értékekben, kultúrában bennem van már, mint a márkában, amit a termékünk, a szolgáltatásunk próbál sugározni, átadni, azt, azt ha jól csináljuk, akkor tulajdonképpen az emberek agyába el tudjuk juttatni, most idézve az agyába, emberekhez el tudjuk juttatni azokat a gondolatokat, érzéseket, víziót, értékeket, amit mi fontosnak találunk, és a másik oldalon lévő ember pedig ezt megérti, és tulajdonképpen uh, akkor dolgozunk igazán jól, hogyha ezt ő is elkezdi mondani. És uh, elmondja a barátjának, elmondja az ismerőseinek, és elmondja azt, amit mi szeretnénk mondani a brandünkről, és az ilyen lelkes támogatók, rajongók, azok, akik igazán tudják építeni a brandet, hiszen beszéltünk már a történetmesélés erejéről is, tehát hogyha nem én mondom magamról azt, hogy hogy milyen király a Brand Guide, hanem egy társad, aki aki már ismeri a Brand guide ő fogja neked mondani, hogy figyelj, nézd meg a Brand guide mert egyébként csúcs szuper a dolog, most nem akarok magamról beszélni, csak egy példa volt, akkor nyilván el tudja mondani a saját történetét, hogy neki miben segített, és ezáltal számodra is vonzóvá válhat a, 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 brand, hogyha te is ezekre a dolgokra vágysz. Tehát ez, a, ez amit mond a Jeff Bezos, hogy amit rólad mondanak, amikor nem vagy a szobába, ez pontosan azt jelenti, hogy el tudod érni azt, és nem manipulációval, nem, nem úgy, hogy megkéred, meg nem úgy, hogy fizetsz érte, hogy, hogy ezt tegye, hanem egyszerűen abból fakadóan, hogy az egész brand hogyan működik, és mit sugároz, és mit mond el magáról, el tudod érni azt, hogy legyenek ilyen beszélgetések, legyenek ilyen támogatók, rajongók, akik ezt megteszik, akkor működik igazán a brand, és akkor lesz nagyon erős, és akkor tudnak olyan közösségek, törzsek létrejönni, akik ugyanazt hiszik, ugyanabban, inkább azt mondom, ugyanabban hisznek, ugyanazt, ugyanazt a ideát támogatják, és ugyanazokat a termékeket vásárolják, használják, stb. stb. Tehát azért jó ez a, szerintem ez a metódus, hogy megnézzük, hogy ki mit mond, mert látjátok, hogy ez egy, teljesen absztrakt valami, és lehet így is nézni, lehet úgy is nézni, és például Jeff Bezosnak a, a szemszöge, az azt mutatja meg, hogy, hogy, milyen jó az, hogyha ha mások jót mondanak rólunk. Akkor következett David Acker, pont most hallgattam egy podcastet vele, ahol a pozicionálásról beszélt, ő egyébként is a pozicionálás egyik nagymestere, amikor is E, azt vallja, meg azt hiszi, hogy hogy az a legjobb módszer új termékek bevezetésére, hogy egy kategóriát kell létrehozni, hiszen e, így a legkönnyebb az emberek számára megértetni, hogy mi az, amit csinálunk. E, gondoljatok csak e, például, a, aztán rátérek az idézetre is, a, az Apple, amikor kihozta az iPodot, pár jó régen volt, de akkor a piac már tele volt tulajdonképpen MP3 lejátszókkal, de azáltal, hogy az Apple azt mondta, hogy ez, ki sem mondta azt, hogy ez egy MP3 lejátszó, azt mondta, hogy, hogy ez egy olyan eszköz a zsebedben, amire ráfér az összes zenéd, amire szükséged van. És akkor innentől kezdve te nem kell bajlódnod semmivel, hanem ott van, hallgatod a YouTube-t és bármit, amire szükséged van. Tehát egy új kategória az iPod, az egy nem MP3 játszó, az annál sokkal több az az, amire neked szükséged van. Tehát, Nyilván itt az időzítés is mindig nagyon fontos, azt gondolom, hogy Steve Jobs ebben volt zseniális, hogy tudta, hogy mikor kell piacra lépni adott termékekkel, és, és azt jól elhelyezni az emberek fejébe. Ez, ez ilyen kicsit durván hangzik, de tényleg erről van szó, hogy, hogy nem kell gondolkodni, így érted, hogy hogy mi ez az egész. Szóval a David Acker nagy, nagy öregje a, a brandingnek, ugye amerikai... Um, szakemberről van szó. Azt gondolom, hogy ő a, a közgazdaságtól, a marketing oldaláról nagyon erősen nagyon jó könyveket írt. Nekem is van néhány, amiket elolvastam, és, és mi pedig itt a Brand guide azért alapvetően a design oldalról közelítjük meg a brandinget, és nincs ezzel semmi probléma. Mind a ketten ugyanarról beszélünk, de ahogy látjuk az idézetben, hogy az elvárások, emlékek, történetek és érzések összessége, vagy befolyásolja a vásárló döntését egy termék vagy szolgáltatás kiválasztásakor. Ez látjuk, hogy már inkább ilyen marketinges megfogalmazás, hiszen vásárló van benn, meg döntés, Viszont az eleje, elvárások, emlékek, történetek, érzések, ez pedig összecseng az eddigiekkel. Az a gyomorérzés, az tényleg egy ilyen elvárás, vannak benne emlékek, a történetek, ugye nagyon jól tudunk történeteket megegyezni, olyan emlékeket, amiben emocionális töltet van, és az érzések összessége. Ez, ez a, ez a brand. Az, hogy mitől döntünk egy adott termék mellett, vagy nem döntünk, ezt sokan sokféleképpen vizsgálják, és, és az is számos kutatás mutatja, hogy egyébként a márkahűség szempontjából nincs olyan, hogy valaki kiválaszt egy márkát, és onnantól kezdve csak azt vásárolja. Például a azt uh, olvastam, hogy az autóvásárlásnál 50%-os a visszatérési arány, ami egyébként egy elég magas arány, tehát hogyha van egy adott márkájú kocsid, akkor átlagosan azt, ez is egy amerikai felmérés, ott 50% veszi ugyanazt a márkát a következő autójának, de van egy 50% aki, aki vált, tehát uh, látjuk, hogy, hogy uh, hogy ezek a döntések, ezek nagyon komplex folyamatok, terméktől, iparáktól, mindentől függ, viszont biztosak lehetünk abban, hogy a brand befolyásolja, és biztosak lehetünk abban, hogy, hogy jó, irányba folyásol, vagy jó irányba történik a befolyásolás abból a szempontból, akkor, hogyha jól csináljuk a, a brandinget. Szóval ő volt David Acker, tehát ha megyünk tovább Elon Musk, ő is egy, előbb már itt volt arról szó, szóval láttuk, hogy Elvárások Elon Musk is azt mondja, hogy a brand csak egy feltételezés Egy feltételezés, ami idővel beigazolódik És ezt azért raktam be, mert ez szerintem azért fontos Mert tudjuk azt, hogy ha valaki ígér nekünk valamit és nem tartja be Akkor csalódunk és, és romlik a, a kapcsolatunk És ugyanez működik a brandeknél is, hogy, hogy minden brand ad egy ígéretet minőségben, életérzésben, abban, hogy, hogy mitől le mivé válhat a termék kapcsán, mi, mi, az a transformáció, amit létre tud benned hozni, vagy az életedben hozni, és hogyha ez nem történik meg, akkor nyilván valamit rosszul csinált az adott termék vagy szolgáltatás, és nem fognak létrejönni azok a jó beszélgetések, amiről beszéltem, hogy, hogy a barátodnak mondod, hogy majd ezt neked is ki kell próbálni, Én azt mondod, hát jó volt, jó volt, de nem ajánlom. És akkor nyilvánvaló ez egy olyan, olyan spirál, ami inkább lefele visz, még az előző beszélgetés, amikor dicséri és ajánlja, az fölfele visz, mert újabb követőket gyűjt, és újabb rajongók segítik a, a márkát. Úgyhogy ez az ígéret és feltételezés, hogyha jó a brand és erős a brand, akkor beigazolódik, és ennek tényleg nagyon sok rétege van: üzleti rétege, termékfejlesztés, service design, hol adunk élményt az ügyfélnek, és és milyen élményt kap, és ez hogyan befolyásolja az összélményt. Ez, ez megint egy elég komplex téma, amivel érdemes foglalkozni, de látjuk, hogy Elon Musknak is van véleménye a, a brendekről. Aztán Mondtam, hogy, hogy mi itt a brand guide-ban az alapvetően designerek vagyunk, és itt érzésekről, gyomorérzésekről beszélek. Hát az, hogy, hogy fogjuk ezt vonalakba, meg színekbe lefordítani. Ezért hoztam a Paul Randot is, aki azt mondja, hogy a design a brand csendes nagykövete. Én ezt azért szeretem nagyon, mert mert ebbe benne van a, a mi szakmánk is, hogy igenis, a design az, az, az támogatja a brandet annak, annak, amit mond a brand, azt a dizájn oldalról is meg kell tudnunk támogatni, és olyan, olyan vizuális nyelvet kell kialakítani, ami támogatja azt az üzenetet, amit a, a brand szeretné átadni. És ez a, ez a nagykövetség, ez, ez egy kicsit így ki emeli a, a többi ág közül, hogy, hogy igenis vizuális síkon nagyon nagy értéke van annak, hogy hogy valami. Úgy néz ki, ahogy ki kell néznie, olyan tipográfia van, olyan képi világ van, ami támogatja az emocionális célokat, támogatja a kommunikációs célokat, és ez egy ilyen összessége a, a, a brandingnek. Tehát azért nyugtatlak meg, hogy tulajdonképpen hiába beszélünk gyomorérzésekről a nap végén, designerként, csak kell rajzolnunk egy logót, csak kell színeket választanunk, és ahhoz, hogy ezeket jól tudjuk csinálni, ahhoz igenis tudnunk kell a, a gyomorérzés körüli ö, aspektusokat is. Aztán a ö, termékek a gyárakban készülnek, mint míg a brand a lelkekben. Ez, ez majd rávezet a következő szlájdra, amin, amin ö, arról beszélek, hogy tulajdonképpen a brandek azok azok nem, nem, úgy jönnek létre, hogy kitaláljuk, és akkor holnaptól működik a dolog, mert egy termék nyilván az se így működik, de egy termék után a gyártásra kerül, és akkor nincs, nincs kérdés, hogyha valami bemegy az input oldalon, ki fog menni az output oldalon, ha működik a gép, és minden rendben megy. Viszont a brand az, az nem, nem így működik, hogy kitaláljuk, berakjuk az inputot, és kijön az output, hanem ez egy folyamatos odafigyelést és folyamatos stratégiai tervezést és változtatást és finomhangolást és kommunikálást és visszajelzések meghallgatása és változtat. Tehát, hogy ez egy iteratív és, és, hosszabb folyamat. Azt gondolom, hogy egyébként már egy fél év távlatában, tehát amikor hosszan beszélünk, fél év távlatában már az első, első hangok megjöhetnek, amik, amik azt azt rezektetik, amit mi is szerettünk volna átadni. Tehát nem két hét alatt, meg nem három hónap alatt várjuk a, a, sikereket, hanem inkább hosszabb távon években gondolkodva. Walter Landor egyébként a Landor Branding cégnek az alapítója, aki már, most már ilyen világszerte mindenhol vannak irodáik, és, és nagy márkákkal foglalkoznak, úgyhogy ő ő így gondolkodott ebben a, a témában. És ahogy mondtam, itt a gyárak ügyét, ugye ők arról, most arról beszéltünk eddig, hogy, hogy a brandek mit jelentenek, és azt is nézzük meg, hogy hogyan fejlődtek, vagy honnan jöttünk. Erről már érintőlegesen beszéltem egy másik előadásban is, de nem baj, hogyha ismételjük, mert egy kicsit más aspektusban világítom meg most is. Ez is Martin neumeyer ennek a, a gondolatsora, ami arról beszél, hogy az elmúlt száz évben hogyan változott a, 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 az eszköz, ami, ami igazából a fejlődést elővitte. Ezt, hogy mit értek alatt, mindjárt megértitek. Kezdjük az elején, hogy az ipari forradalomban ugye mi történt? Az történt, hogy, hogy gépeket vezettek be, azért vezettek be gépeket, hogy hatékonyabbak legyenek, többet tudjanak termelni. Ugye a gőzgép feltalálása, stb. stb. Ez ugye arra vezetett, hogy akinek volt gépe, az kvázi piaci előnyt szerzett a többiekhez képest, akinek nem volt gépe, hiszen olcsóbban többet tudott előállítani, ebből több bevétele származott, nagyobb jólét, és volt is olyan Tőkéje, amit aztán tovább tudott befektetni, hogy további gépeket telepítsen, és a további gépek aztán gyárakká tudtak növekedni. Tehát, hogy az első lépés az az, amikor létrejött, mint piaci előny az, akinek kvázi termelő egysége volt és ezek a termelő egységek, ahogy mondtam, ha jól működtek, akkor pénzt állítottak elő, ami pedig ugye azt jelentette, hogy tőke jött létre, olyan fölösleges pénzmennyiség, amit be lehetett fektetni további gyáraképítésébe, vagy a konkurencia megvásárlására, vagy innovációra, és újabb-újabb termékek kidolgozására. Ebben az időszakban is már beszélhetünk arról, hogy, hogy reklámoznak a, a különböző, cégek, és ez a, ez a, hőskora az egész arculati világ kialakításának. Gondoljunk csak az AEG logóra, ami az 1920-as évek környékén bukkant föl. És ahogy mondtam, a, tőke, tőke volt aztán az az érték, ami, ami segítette a, a hogy piaci előnyhöz jusson valaki, hiszen ha volt tőke, akkor tudott venni bármit, tudott előre haladni és minél nagyobb lenni. Aztán, miután nagyon sok tőke e, e, halmozódott föl, és, e, és nem igazából nem jelentett versenyelőnyt az, hogy valaki e, valakinek több pénze van, mert mindenkinek sok pénze volt, most ez ilyen nagyon leegyszerűsítve, akkor jött a következő lépcső, a know-how szabadalmaknak a világa, amikor csak te tudtál valamit úgy csinálni, ahogy ahogy kell, és ezt, ezt le is tudtad védeni, és ezáltal tudtál olyan piacot nyerni, amin, amin, amin nincsenek olyan versenytársak, akik annyira jók lennének, vagy jól csinálják, mint te. Ez egészen akár 1980-as évekig igaz volt, amikor történt egy olyan változás. Nyilván a szabadalmaknak most is nagy értéke van, a gépeknek is nagy értéke van, de de a, a piaci előnyt nem ezek jelentik, hanem az információs e, infrastruktúra robbanásával, az internet elterjedésével tulajdonképpen párhuzamosan jöttek a, a brendek, amik, e, amik meghatározzák a, a piaci helyzetet és versenyelőn tudnak adni. Egy erős brand az igenis. A, akkora értéke egy cégnek, hogy, hogy azt tudja azt a versenyen biztosítani, amit korábban a gépek vagy a tőke jelentette. És, és ezek a brendek, ezek azért érdekesek, mert eddig ugye az idézetekből láttuk azt, hogy, hogy hogy gyomorérzés, meg, meg ilyen emlékek, meg ilyen obszkurus dolgok vannak. Eddig a gyár, a tőke, a szabadalom az mind-mind a vállalatoknál volt. Ők tudták tulajdonképpen effektíve kezelni és, és létrehozni ezeket a javakat, viszont a brendek azok a, az emberek fejében jönnek létre. Ezek az érzések, amiről beszéltünk. Tehát itt van egy óriási változás, hogy nem arról beszélünk, hogy hogy, hogy hogy a cégek maguk tudják direktbe irányítani ezeket a javakat, hanem pont egy hosszú távú, ugye erről beszéltem, hogy legalább fél év, de inkább évekbe kell gondolkodni, ami a brandingnek a folyamata, ami kialakulhatnak ezek a gyomorérzések, amik aztán az emberek fejébe, gyomrába, ahol van eredményezik azt, hogy minket választanak, hogy minket javasolnak, hogy, hogy velünk akarnak együtt dolgozni, vagy, vagy, a mi termékeinket akarják megvenni. Tehát ezt érdemes fejben tartani, hogy most, most ott tartunk, aztán, hogy mit hoz a jövő, az megint egy jó kérdés, hogy tulajdonképpen bárki létrehozhat brendeket, már nem vagyunk rászorulva a tömeg médiára, a interneten, közösségi médiában mindenki, ha ma elindít egy egy vállalkozást el tudja kezdeni építeni a brendjét, tud szólni a célközönségéhez, van platform, amin keresztül az üzenetet át tudja adni, és olyan platformok vannak, amik megfizethetőek, ellentétben azért egy országos média, egy labban hirdetés, ezek, ezek más. Árkategóriát jelentek. Tehát ezért mondom, hogy ilyen szempontból így demokratizálódott, hogyha te akarsz indítani egy brandet, vagy a saját vállalkozásod brendjén már most is építesz, vagy dolgozol, akkor, akkor ott van a, a lehetőség a kezedben, hogy, hogy az emberek fejében lévő gondolatokat tudjad e, irányítani. Most ez nagyon rosszul hangzik, de hatással lenni ráink, ezt kell mondani. Úgyhogy ez a fejlődési. E, vonal végén látjuk, hogy a brandeknek milyen nagy jelentősége van manapság, azt is látjuk egyébként, hogy a nagy világ multinacionális cégek cégértékének a, a branding az általánosan ilyen 20% körül van, ez a megfoghatatlan gyomorérzés, ez, ez 20%-a mondjuk a, az Apple-nek, ez azt hiszem volt róla szó, hogy 400 millió dollár körül ér ez a ö, gyomorérzés, úgyhogy ezért, csak ezért, is érdemes a brendekbe fektetni, és hogyha az ügyfeleddel beszélgetsz, és brendekről beszéltek, akkor, akkor lehet ilyen érveket felhozni amellett, hogy, hogy, ö, hogy ne csak a logóban gondolkodjon, hanem kezdjünk el azon gondolkodni, hogy milyen stratégia mentén lehet eljutni az emberek fejébe a mi adott termékünkkel vagy szolgáltatásunkkal. És hogy hogyan juthatunk el az emberek fejébe, azt látjuk, hogy már mondtam, hogy sok idő kell hozzá, tehát ez egy kitartó, szisztematikus, alapos, folyamatos munka, hogy azokat az üzeneteket át tudjuk adni, amit, amit szeretnénk, hogy lássanak az emberek. Nagyon fontos az, hogy, hogy érzelmek mentén tudjunk kommunikálni, hogy azokat a az érzelmi tölteteket be, be, tudjuk tenni az egész arculatba, kommunikációba, amire, amire, szükség van. Ugye beszéltem a történetek jelentőségéről, a tábortűz körül ülő ősemberek óta tudjuk, hogy, hogy, hogy a megosztott történetnek az ereje jóval nagyobb, mint a, mint a bárki által csak elmondott szövegnek, és, és a brand személyiség, tehát arról is ma is beszéltem, hogy emberek hogy kapcsolódnak egymásra a személyiségük révén, az értékeik révén. Ez is egy nagyon fontos aspektusa, hogy, hogy el, el tudjuk juttatni a gondolatainkat mások ö, gondolataiba. És az értékek, célok, misszió, ezt így összefoglaló van, ez nagyjából mindegyik hasonló, de hogy, hogy, hogy fontos az, hogy, hogy meglegyen a közös, közös platform, és ezt, és ezt meghatározzák az értékek, meghatározzák a célok, meg a közös misszió. És hogy ezt grafikai szempontból is vizsgáljuk, ugye mondtam, hogy mi grafikusok vagyunk, nagyon fontos, a, a, hogy felismerhető legyen a brand, tehát azon túl, hogy jó dolgokat mond, fel tudjam ismerni, hogy igen, ez az, megkülönböztethető legyen tehát ne keverjük össze a konkurenciával és nyilvánvaló szerethetőség, ezt, ezt az előzőekben a személyiség, értékek, célok ebben, ezzel definiáljuk de ehhez megfelelő vizuális arcolatot, nyelvet kell létrehoznunk hogy hogy jól stimmeljenek a, a dolgok hogy eddig a a brandről beszéltünk és akkor a, a branding az maga az a folyamat ahogy létre tudjuk hozni ezt a a brandet, tehát a előadás cím, vagy mi az a branding, az a folyamat, amiben a brandet létrehozzuk. hogy ezt ilyen nagyon röviden akarnám elmondani, ha hosszan, akkor az egész előadást érdemes elmondani újra meg újra. Nagyon fontos, hogy nem csak az arculat, ugye nagyon sokat látjuk, már említettem, hogy logó, és akkor ennyi az egész. Nehezen megfogható valami, ugye ezt az ügyfeleknek is nehezen tudjuk, tudod, az a gyomorérzés, és akkor hát, van, vagy van gyomorérzés, vagy nincs. Most itt például ugye azt mondtam, hogy nem csak az arcot, én a kedvenc, egyik kedvenc márkám, ugye a Rafa, a kerékpáros márka, ide raktam ezt a képet. Never just a ride, tehát nem, sosem csak egy tekerés, tehát bringál, nem csak egy kör és látjuk, hogy a kép és a szöveg és a tipográfia milyen egyensúlyban van, és már érezzük, hogy itt tulajdonképpen arról a fájdalomról van, amit közösen, közösen átélünk, amikor tekerünk, és az emelkedén az ember már kifullad, és, de mégis jó leküzdeni az akadályt, és látjuk ennek az embernek az arcán is ezt a fajta ezt a fajta érzést, hogy ugye a Rafánál rájöttek, hogy ez, ez kovácsolja össze a a közösséget, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen az, amikor felérünk a, a csúcsra, és ezt használják a kommunikációban arra, hogy, 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 hogy csatlakozási pontokat ö, találjunk. Ö, nyilván nem egy ilyen kép lesz az, ami miatt az ember itt ö, ezt a dolgot ér, érzi, hanem ez egy hosszabb folyamat, ami, ami aminek sok-sok touchpontja van, eleme van, amin keresztül átjön ez, a, ez az életérzés. És ami még nagyon fontos, és erre még nem beszéltem, hogy, hogy az őszinteség az, hogy amit teszünk, és amit, amit kommunikálunk, az, az, szinkronba kell, hogy legyen, hiszen hogyha itt van diszonancia, vagy van valami kis sundi hogy ezt, ezt mutatjuk magunkról, de közben teljesen más csinálunk, ez, ez rövid vagy hosszú távon ki fog derülni, és akkor a, a teljes brennek a, a a nem is azt mondom, hogy megszűnése, de, de mindenképp az értékének a csökkenését fogja jelenteni, és akkor jön a, a válságkommunikáció, vagy ezeknek a dolgoknak a kiavítása, ami pedig azt láthatjuk, hogy ha valami sérülés történik, akkor annak a kiavítása az többszörös időt vesz igénybe, mire az emberek fejébe újra át lehet kapcsolni a dolgokat. De ez egy, megint egy másik történet, tehát összefoglalva, a branding ez egy nagyon hosszú folyamat, az a célunk, hogy ami bennünk van, és itt a brendekről beszélek, ami bennünk van, értékek, misszió, cél, vízió, annak mentén az a kommunikáció megtörténjen, aminek a végén a célközönség fejében ugyanaz a gondolatiság megjelenik, ugyanaz a, ugyanazt fogják mondani, mint amit mi szeretnénk, hogy, hogy mondjanak, és akkor így jönnek létre olyan rajongók, olyan törzsek, olyan közösségek, akik aztán a brendet támogatják. Úgyhogy bízom benne, hogy ezzel világossá tettem a, a brandeknek a, az alapjait, és akkor erre épülve tudunk majd további témákba belemenni.